Önnel is előfordult már, hogy a piac pultjai között bolyongva jutott eszébe végül, mi is legyen az esti vacsora. Vagy egy régi receptet szeretett volna megalkotni, amit még nagyszülei készítettek gyerekkorában. Tűr Ádám 13 éves gasztronómiai munkatapasztalattal maga mögött épp így állítja össze menüje listáját újdonsült séfként Debrecen egyik közkedvelt éttermében. Az új séf Angliából utazott haza, hogy Debrecenben folytassa munkásságát. Erre a döntése pedig Pataki Péter elődje vette rá, aki már egy ideje a megfelelő utódját kereste. Ez a találkozás pedig, ahogy Péter mondta, egy véletlen volt, amik persze köztudottan nincsenek. Miskolcon voltam az egyik barátomnál, aki egy másik étteremben dolgozik Miskolcon, és Ádám neki gyerekkori barátja. És pont ott aludtunk mind a ketten nála, volt egy esti kis buli, és akkor reggel elég sokat beszélgettünk így szakmai dolgokról, elmondta Ádám, hogy ő hol dolgozik, milyen helyeken, miket csinál, és nekem ez már rögtön nagyon szimpatikus volt, ugyanazokat a dolgokat tartotta fontosnak, amiket én erre mondtam azt így egy kis túlzással, hogy már gyakorlatilag nagyon sok mindent lehet abból szűrni, hogy megkóstolná az ember az Ádám uborka salátáját, már abból, mint mond, már lehet nagyon sok mindent szűrni. Úgyhogy nagyon szimpatikusnak találtam, és szakmailag is nagyon erősnek. Péter elmondása szerint az étterem minőségét nagyban meghatározza a helyi alapanyagok beszerzésére szentelt figyelem. Ádám gondolkodásmódja, mint például a szezonalitás és a zöldségek napi szintű beszerzése, nagyban befolyásolta őt abban, hogy ráessen a választás. Azonban ahhoz, hogy egy étterem jól működjön, egy séfnek számos más helyzetben is helyt kell állnia. A vendég tisztelete, az alapanyagoknak az ismerete, azokkal a termelőkkel, tenyésztőkkel, termesztőkkel, mindenféle kis farmokkal, sajtkészítőkkel, a személyes kontaktusnak az ápolása. Szerintem ez, amitől egy étterem jó tud lenni, és hát ugye ez egy vidéki étterem, az ország keleti felében van. Nyilván, aki jön az ország másik részre, vagy akár külföldi, arra lesz majd kíváncsi, hogy itt, ezen a környéken, mik azok az alapanyagok, amik igazán jók, mik azok, amiket itt használnak az emberek, mik itt a tradíciók, miket főztek, tehát nyilván ezt szeretnék meglátni, és ugye ezt Ádám bele tudja csomagolni egy ilyen nagyon világlátott köntösbe, hiszen nagyon sok komoly séffel dolgozott együtt, Michelin csillagos helyen is, és hát nyilván neki van egy teljesen más szemléletmódja. Az étterem most fogja reneszánszát élni. Így köszöntötte Pataki Péter utódját, Tűr Ádámot. De hogy kifinomult ízléssel vajon születni lehet-e, vagy az fejleszthető, Ádám esetében ez hamar megmutatkozott, ugyanis már gyerekként is az egyedi ízek kedvelője volt. Talán 6 vagy 8 éves, 6 ilyen idős korban lehettem, egy étteremben voltunk valahol Budapest környékén, és az étlapon volt egy csigaleves, amiben hát csigából volt elkészítve, francia csigaleves, tehát nem csigatészta, hanem magából a csigákból. És én addig hisztisztem, hogy édesemnek meg kellett venni ezt a levest nekem, pedig ő próbált erről lebeszélni, mondta, hogy húslevest kell enni, kisfiam, Magyarországon nem eszünk csigalevest, kikérte nekem a levest, és én ezt becsületesen mind megettem, és nagyon ízlett. Habár a vendéglátásba már gyerekként is belelátott, ugyanis családja éttermet vezetett, ő csupán 13 éve kezdett el foglalkozni a gasztronómiával, amikor Angliába utazott, hogy szerencsét próbáljon. De nem ez volt az első alkalom, hogy a kalandvágyó séf fakanál helyett inkább cipőt és táskát ragadott. Kikerültem Kanadába egy évre, ott voltam kint egy évet, igazából nyelvtanulás miatt is, meg szerencsét próbálni, és akkor úgy megtetszett ez, hogy önállóan egy kicsit más országba élni, utána visszajöttem Magyarországra, és utána négy év adódott a lehetőség, hogy Angliába ki lehetne menni. És hogy hol kezdődtek el gasztronómiai sikerei? Először az angliai Yorkban egy steakházban kezdett el dolgozni, mint konyhai kisegítő. Majd elvégezte a vendéglátó szakiskolát, később a szakoktatóit is. 13 év alatt Michelin csillagos étteremben lett séfhelyettes, utoljára pedig a Yorki Egyetem executive séfeként dolgozott együtt 60 szakáccsal 16 konyhán. Ez azonban korán sem az egyetlen erő volt, amiért Angliához húzott a szíve. Közben megismerkedtem kint a párommal, és aki szintén magyar, ez nagyon érdekes, egy szentesi hölgy. Nyilván Magyarországon sosem találkoztunk volna, ugye egy kicsit a távolságok miatt. Azóta két nagyon szép kis gyerekünkkel, ugye együtt élünk lassan 11 éve már. Kitaposni a séfséghez vezető utat nem könnyű dolog egy másik kultúra nehézségeivel karoltve. De vajon csinálni és azt tanítani milyen feladatnak bizonyult számára?
nagyon összetett az oktatás, hogyha az ember oktatás, vagy igen, hogyha szakoktatóként dolgozik. A szakmai része az az alap, annak meg kell lenni, de mellette a fiatalokkal ugye csak bánni kell, tudni kell, ugye a fegyelmezéssel. Angliában elég liberális az oktatás. Nyilván otthonról is, már a korábbi iskolákból is olyan úgy jönnek, hogy egy kicsit nehezebb őket fegyelmezni. Egy konyha egy veszélyesebb üzem, úgymond, és voltak olyan problémák, hogy nehéz volt őket úgy kordában tartani, de sok alkalommal, akik tanulni akartak, azokkal nagyon jó volt dolgozni. Dolgoztam felnőtt oktatásban is, és az olyan felnőttek, akik azért jöttek oda tényleg, hogy tanuljanak, ők velük nagyon jó volt együtt dolgozni, és az egy nagyon jó érzés, amikor valakinek egy olyan tudást tud az ember átadni, amiből látja, hogy később talán ő ettől egy jobb szakács, vagy egy jobb szakember lesz, mint az oktatója. És szerintem az egy jó oktató, aki úgy tudja átadni a saját tudását, hogy a tanuló később jobb lesz tőle, mert akkor elérte a célját. És akkor lássuk is, az angol és a magyar ízvilág kéz a kézben hogyan fér meg egy tányíron. Előételnek egy falatnyi mennyország fogadott bennünket, majd hízott libamáj szendvics hagymás sült vérrel. Ezt követte a füstölgő gulyásleves. Főételnek malacpofa, szentjakab kagyló puliszkával és tejfölös uparka salátával. Desszertként pedig gesztenye püré konyakos meggyel leöntve. Könnyen érthető magyaros ízek újra gondolt formában. Ezzel találkozhatunk az étterem étlapján. De hogy ezek az ötletek hogyan születnek, arról Ádám meglepő választ adott. Úgy működik a dolog, hogy mindenkinek vannak ötletei. Van nekünk egy táblánk, amire általában felszoktuk írni a napi séfajánlatot. Ezzel így összedugjuk a fejünket, és akkor megbeszéljük, hogy éppen mi lenne jó. Vannak ötletek, valaki éppen valahol levet, vagy látta a tévébe, vagy újságban látott valamit, vagy van egy ötlete, amit az édesanyja főzött, vagy a nagymamája egy nagyon jó, mondjuk egy töltött káposztát nagyon finoman meg tudod csinálni. Kicsit újra gondoljuk, ez felkerül a táblára, és hogyha a táblán ez beválik, akkor valószínű, hogy egy változata fel fog kerülni az étlapra. Úgyhogy ilyen szinten ki tudjuk próbálni a vendégeknek a visszajelzését is meglátjuk, és ki tudjuk próbálni, hogy hogyan működik a konyhában. Hogy miért választotta az angliai élet színes, ám kissé rohanó világa helyett Debrecent, az nem más, mint városunk kedvezőbb feltételei egy családos élethez. A tűrszülőknek azonban nem csak a környezete változott meg, hanem étrendje is, ami a két kisgyermekükre, Csengére és Dominikre is hatással volt. Ugye mind a két kisgyerekünk, tehát Csenge és Dominik is kint született, Csenge most 10, Dominik 7 éves, és ők eléggé, tehát az iskolában is mindenhol angolos szájízben nőttek fel. Van egy-két dolog, amit úgy hiányolnak, például van ez a Yorkshire pudding, ami egy kint egy ilyen, ez a vasárnapi ebéd, igazából ez egy palacsinta tészta sütőben, ilyen ropogósra sütve. A kislányom nagy kedvence, úgyhogy azt szokta kérni, de azóta ugye elkezdték itt az iskolát most hétfőn, és meglepően minden magyaros ételt nagyon szeretnek, és mondják, hogy apa, ugye tudsz ilyet is főzni, úgyhogy szerintem tehát jobban ízlik nekik a magyar étel, de nyilván lesznek a Yorkshire pudding, meg ezek a Sunday lunch, ami kint egy egybesült, általában egy egybesült sertés vagy marha, és azt friss zöldségekkel és ezzel a Yorkshire puddinggal, egy pecsenyelével szokták felszolgálni. Ezt hiányolta a kislányom, és először, amikor bejött az ikonba, ő ezt kérte, úgyhogy ezt megcsináltuk neki, és nagyon örült neki, hogy egy kicsit neki a hazai szájízét tudtuk hozni. A finom ételek is összeszokott konyha mögött azonban rengeteg munka és energia van. A sok stressz és elvárás olykor-olykor térdre kényszerítheti a legelhivatottabb embereket is. A szakácskodás, a vendéglátás nem egy könnyű pálya. Hosszú órákat kell dolgozni, nyilván az embernek fiatal család, kis gyerekes családja van, kevesebbet látja őket, mint például, ha valaki egy hétfőtől péntekig 9-től 5-ös, 8-től 4-es munkakörbe dolgozik. Nyilván nagyon megértőnek kell lenni a feleségnek, mert ritkábban kevesebbet találkozik az ember, nem tud annyit otthon segíteni. Volt
volt rá példa, hogy hajnal 4-kor én még kenyeret gyúrtam egyedül a konyhán, és akkor például úgy voltam, hogy ez volt az utolsó alkalom, hogy én itt dolgoztam, most hazamegyek, befejezem a munkámat, kitakarítok, és többet nem jövök dolgozni. Nyilván hazamentem, aludtam egyet, reggel felkeltem, ugyanúgy elmentem dolgozni. Amikor az ember fáradt, megfordulnak a fejébe gondolatok, hogy ez most talán már túl sok vagy elég lesz, de szerencsére sikerült mindig ugye folytatni. Ádám, aki élete során többnyire csak sodródott az árral, szerencsére azóta sem bánta meg azt az elhatározást, hogy továbbra is az ízharmóniák feltalálója legyen. Úgy gondolja, a debreceni vendégek kellőképpen nyitottan és kíváncsian állnak az újdonságokhoz. Ugye a vendégek szeretnék tudni, hogy ki az új séf, úgyhogy nagyon sokszor ilyen diplomáciai feladatot is ellátok, hogy le kell ülni egy asztalhoz, elbeszélgetni a vendégekkel, ami nagyon jól esik nekem, és tényleg itt látom, hogy mennyire nyitottak és érdeklődőek a debreceni emberek. Szeretnék tudni, hogy ki lett az új séf, és hogy mégis milyen ötletei vannak. A megújult Fine Bistro stílusú étteremben tehát az is megtalálja a számára izgalmas ízeket, aki egy klasszikus nagymama főztjére vagy a határon túli gasztronómia ismeretlen vizeire merészkedne. De ha valaki éppen más ízekre vágyna, az nyugodtan keresse fel az új séfet, Türádámot.